Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Az előadás az egy, most egy elég nagy témát próbálok átfogni. Nem tudok belemenni részletekbe, ezeknek mindenki nézzen utána, mert olyan sok, de muszáj ezt mind érinteni ahhoz, hogy átlássuk ezt a problémát. Hát a mottója mindenképpen az, amiről szeretnék beszélni, és amit így próbálok képviselni is, hogy az ételed legyen a gyógyszered. Ugye ez nem egy új dolog, ezt már azt szokták mondani, már a görögök is. De azok előtt is már nyilván tudták meg, hogy az élet és a halál a bélben lakozik, meg ezeket a mondásokat, ezek mind igazak, csak a mai tudomány ezeket már be is tudja bizonyítani. Ugye biztos mindenki hallottatok már arról, hogy civilizációs betegségek. Ez egy önmagában egy elég vicces fogalom, mert elvileg a civilizációnk az fejlődik, és hogyha fejlődik, akkor miért van egyre több probléma? Tehát ez a kettő úgy nem fér össze, ez a két fogalom, hogy civilizációs betegség. Ezek az úgynevezett civilizációs betegségek mondjuk 100 évvel ezelőtt nem nagyon léteztek. Ezekről biztos mindegyikőtök hallott. Ezek a problémák gyakorlatilag exponenciálisan nőnek. És gyakorlatilag az első számú halálokok, ha megnézitek a statisztikákat, ott egyértelműen kiderülnek, hogy ezek kerültek az első helyre. Ugye nem tudom, tudjátok, a Magyarországon az első számú halálok az a szív- és érrendszeri problémák. És ezek a fogalmak, meg ezek a problémák gyakorlatilag az úgynevezett modern mezőgazdálkodás bevezetése óta léteznek. A párhuzam az egyértelmű. Ugye a lényege az, hogy a szántóföldjeinken kezdődik az egész élelmiszer lánc, hogyha a talajaink nincsenek rendben, akkor ami a talajon nőtt, az sincs rendben, amit az állatok megeszik a növényeket, azok sincsenek rendben, meg mi, mint csúcsragadozók, mi se vagyunk rendben. És ez az egész folyamat a talajokon kezdődik. Ugye többen csináltak már ilyen tartamkísérleteket. Ez az összefoglaló itt a Gödöllői Egyetemnek a 60-tól 90-ig nagyjából egy ilyen tartamkísérlete. Gyakorlatilag az látszik belőle, hogy a szántóföldi és a zöldség gyümölcs kultúrákban az ásványanyag tartalom és a vitamin tartalom drasztikusan lecsökkent 90-re. Most azóta megint eltelt 30 év, tehát ennél a helyzet sokkal rosszabb, mint amit itt látunk. Hát hogyan jutottunk ide? Ugye először is vannak külső hatások, amik hatnak ránk. Hát ezek közül ugye a környezeti és a kozmikus változásokra nem sok ráhatásunk van, azokkal nem tudunk mit kezdeni. Viszont a többi az emberi tevékenységnek a következménye. Tehát elindult a mezőgazdaság, az ipari termelés, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, a háztartásvegyipar, az elektroszmog, a lelki tényezők, a média, ezek mind ránk zúrultak az elmúlt évtizedekben és években, és ezeknek összességében az a hatása, hogy gyengül az immunrendszerünk, gyengül a B-flóránk, és ezek okozzák a legfőbb problémákat. Tehát nagyjából ez az egész történet kb. 100 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a szántóföldeinken elkezdtük a monokultúrákat, illetve a kémiai műtrágyákat. Ennek a következménye lett, hogy a szántóföldjeink ásványanyag és humusz tartalma drasztikusan lecsökkent. Aztán körülbelül 20-25 éve megjelentek új növények. Ugye a GMO-s növények, a növényvédőszerek, amik bekerültek a növényekbe, bekerültek az állatokba és bekerültek az emberbe. Ugye itt mindenképpen kiemelném a GMO-t, ami a hivatalos verzió szerint hát semmi baj nincs azzal a GMO-val, hát csak beültettek néhány gént abba a növénybe, csak hát ez már nem ugyanaz a növény, és azok a gének, amiket beültettek, azoknak a legtöbb része lektineket termel, a lektinekről majd kicsit később majd fogok többet is mondani, azok a lektinek azok, amik képesek kirugasztani a B-falat. Aztán most már hol tartunk? Gyakorlatilag most már azt is megfogalmazhatjuk, hogy a szántóföldi
talajainkat sterilizáltuk, semmiféle élet nincs már abban a talajban, gyakorlatilag egy fizikai támasztóközeggé vált, eltűnt a humusz, eltűntek a mikrobák a talajból. És hát tovább folytatódtak a GMO, ugye a magok, ezt is mindenki tudja biztos, hogy a magokkal azt tervezik, hogy ne csirázzanak ki, hogy abszolút monopólium lehessen a mag. Lassan bűncselekmény lesz, ha valaki a saját terményének a magját akarja újra elvetni. Ezen mindjárt dolgoznak keményen, hogy ez így lehessen. A problémák a talajon kezdődnek, a növényállat és az emberi rendszeren ez az egész végigmegy, és ezeket egy kicsit egyenként is megnézzük. Ugye a talaj, azt még azért tudjuk, hogy az a jó talaj, ami jó, sok szerves anyagban van, fekete, és akkor jó terem. Na most ez egyre kevesebbet látunk azért ilyet. Ugye a jó talaj, a talaj, én ezt egy élő lénynek szoktam nevezni, az tele van mikróbákkal, látható és láthatatlan mikróbákkal, girisztákkal, baktériumokkal, gombákkal. És ez a jó talaj. Egy 1900-es évek közepe táján íródott talajtankönyvbe azt írják, hogy egy négyzetcentiméteren több százezer élőlény kéne, hogy legyen. Az az egészséges talaj. Aki ezekkel az ásványi mikroelem kérdésekkel legelőször foglalkozott, mert már meg tudta mérni, mert a mérés technika lehetővé tette, az egy Linus Pauling nevű kétszeres Nobel-díjas kémikus. Ő az, aki meg tudott mérni már 90 elemet, és ezzel a 90 elemmel egyértelműen megállapította, hogy erre mind szükség van egy élő rendszerbe. Tehát mindegy, hogy baktérium, növény, állat vagy ember, 70-80-90 féle ásványi anyagra szüksége lenne ahhoz, hogy normálisan tudjon működni a szervezete, de honnan jussunk ezekhez a mikroelemekhez, amikor jogilag is csak maximum 10-12-ről lehet beszélni, mint étrendkiegészítő, vagy akár mint takarmánykiegészítő, vagy akár mint műtrágyáknál a mikroelem utánpótlás. Többről nem is lehet beszélni. Tehát honnan lehet ezeket egyáltalán begyűjteni? Ugye két olyan forrás van a természetben, ahol ez még megvan. Mondjuk úgy az ökológiai gazdálkodás, vagy a biogazdálkodás, vagy a jó minőségű háborítatlan talajok, illetve az óceánvíz, a tiszta óceánvíz, teszem hozzá, mert abban is benne van az 70-80 ásványi anyag. Tehát ebből az is következik, most nem ez a téma, csak mondom, hogy az a só a jó só, amelyik tengervíz bepárlódásából keletkezett, és benne vannak ezek az ásványi anyagok, ez a 70-80, hát például a parajdisó, vagy az igazi himalájasó. A talajok legfontosabb része azok a mikrobák és a giliszták. Ezek teszik lehetővé, hogy körforgás alakuljon ki, tehát megnő a növény, learatjuk a termést, visszatesszük a szerves anyagot a talajra, és a szerves anyagot a mikrobák, a giliszták bontják le humusszá, abból a humusz az újra felvehetővé teszi a tápanyagokat, és a növények újra tudnak nőni. Tehát ez lenne a természetes körforgás. Ennek a nélkülözhetetlen részei a giliszták. Ugye régen a talajok értékét így mérték, hogy egy négyzetméterre hány giliszta van. Hát most meg lehetne nézni, hogy találunk egyet is. Mert ugye, ha nincs szerves anyag, akkor a giliszta mit eszik? Akkor nem tud mit lebontani. Tehát kell a szerves anyag. Tehát így összefoglalva, ennek az úgynevezett intenzív gazdálkodásnak, amit mostanában egyre többen emlegetnek például a precíziós mezőgazdálkodás. Hát ezt most megmondom, hogy ez biztosak lehettek benne, hogy ez átverés. Én voltam ilyen megbeszéléseken, meg ilyen konferencián, órákig beszéltek róla, mindenről, az a szó, hogy növény első hangzott. Ilyen gép, olyan komputer, ilyen műhold, olyan traktor, tehát mindenről beszéltek, de a növény a szóba se került. Tehát ennek megint az a lényege, hogy vegyél fel hitelt, adósodjál el, stb., mert jön az új technika, és tehát nem látják a fától az erdőt. Tehát eltűntek az ásványi anyagok, eltűnt a humusz, eltűnt a mikrobiológiai élet a talajainkból, új növények jelentek meg, megjelentek a mérgek, és a méhekre mindig felhívom a figyelmet, hogy a méhek drámai pusztulása elindult, Magyarországon még nem, de ha utána néztek az USA-ba, Amerikába, Kínába, katasztrofális a helyzet.
És gyakorlatilag azt is kimondhatjuk, hogy a világ mezőgazdasága mára nem képes előállítani annyi élelmiszert, amennyi szükséges. Ez persze csinált dolog, mert bőven tudnánk annyit termelni, csak majd rátérek később, hogy mi ennek az oka. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy tartamkísérletekben a hollandok is többen is igazolták 20-30 éves tartamkísérletekben, hogy a bio a leggazdaságosabb termesztési forma. Tehát nem a legjobb ízű, meg ezt nem nézték, ez csak egy haba tortán, de a leggazdaságosabb is a bio. Ugye hát akkor mi nem azt csináljuk. Amit itt a talajokkal kapcsolatban még nagyon fontos kiemelni, hogy a talaj mikrobiom, tehát a talajban élő baktériumok és a mi bélflóránkban élő baktériumok között óriási átverés van. Tehát ugyanazok a bacik élnek a talajban nagy részben, mint a mi bélflóránkban. Hát ebből az is előrevetíthető, hogy a talajunkban eltüntetjük a mikrobiológiai életet, akkor bennünk se lesz, hát mert honnan kerül belünk? Ugye egy újszülött, mert egy darab baktérium nincs, kívülről épül fel a bélflóra, és hát jó esetben a környezetünkből természetesen, a talajokból és a növényekből. És akkor most nézzük meg, hogy a növényekkel kapcsolatban milyen problémák alakultak itt az utóbbi időben. Ugye az állatokban és az emberben a tápanyagot a sejtekhez a vér viszi el, a vérnek van egy szívünk, az keringeti a vért, és így eljut a tápanyag minden sejtbe. De mi ez a hajtóerő a növényekben? Bármilyen meglepő, a növényekben a gyökér és a lombkorona csúcsa között feszültségkülönbség van, elektromos feszültségkülönbség. És ez az a feszültségkülönbség, ami felviszi a tápanyagot a legutolsó növénybe is. Ugye azt biztos tudjátok, hogy mondjuk a desztillált víz nem vezeti az áramot. De ha megsózzuk, teszünk bele bármilyen sót, tehát ionizált formába, akkor elkezdi vezetni az áramot. És akkor itt jönnek a mikroelemek ásványi anyagoknak a jelentősége, mert ha nincs a talajban, vagy a növény nem tud felvenni ásványi anyagot, mikroelemet, akkor nem lesz rendes keringése, tehát az elektrolit rendszere leáll, és megbetegszik a növény. Az, hogy az ásványi anyagok miért fontosak, azt már régóta feszegetik, egy René Quinton nevű francia biológus, a homeosztázis megalkotója, ő az 1800-as évek végén, ő még csak 16 elemet tudott mérni, de arról a 16 elemről megállapította, hogy ezek mindegyikére szüksége van, ezek kommunikálnak egymással, ez egy olyan hálózat, hogy ebből bármit kiveszünk, az egész rendszer megborul. Tehát ebből az következik, hogy mindegyikből kell egy kicsi. Nincs olyan, hogy csak magnézium, csak vas, csak cink, meg csak azt adunk. Az felborítja az egyensúlyt. Tehát nem jó ezeket túladagolni. Ugye van egy ilyen Liebig törvény, az a minimum törvény, de van egy maximum törvény is, hogyha túl sok van, az is befolyásolja a többinek a felvételét. Ugye, hogyha nincs elég tápanyag, akkor a növények hiány tüneteket mutatnak, ezeknek megvannak a jelei, és a mai világban egyre többször találkozunk olyannal, hogy mondjuk vashiányt mutat a növény, és akkor elmegy a gazda a laborba, megméreti a talaját, és azt mondják neki, hogy hát tele van a vassal a talaj. Hogy lehet akkor, hogy vashiány van? Megméreti a másik cink. Cinkhiány? Hát nincsen cinkhiány, tele van a talaj cinkkel. Ez azért van, mert nincs szerves anyag a talajba. Tehát a növények nem tudják felvenni a tápanyagot. Nem mindig az a baj, hogy nincs tápanyag, nem tudja felvenni, mert hiányzik a humusz, hiányzik ez az elektrolit rendszer. Ezt most már kijelenthetjük, hogy a növénytermesztés, meg az állattartás is gyakorlatilag csak a lezülött így a profit szintjére, sem a növény, sem az állat nem fontos, a pénz a fontos, hogy mennyit lehet velük keresni, és bármit képesek ezek a nagy multicégek beáldozni, hogy az ő profitjuk több legyen. Márpedig egyértelmű, hogy az intenzív mezőgazdálkodás károsítja a környezetet, a termékek, amiket előállítanak, azok ártalmasak az egészségre, és súlyosan tápanyaghiányosak. Azt is kiszámolták már többen, hogy most mondjuk paradicsomból, hogy 50 évvel ezelőtt egy normális körülmények között termelt paradicsomba körülbelül 10-15-ször több tápanyag volt, megfordítva 10-15-ször annyi paradicsomot kéne megenni,
mint amennyit most megeszünk. Tehát akkor tudnánk azt a tápanyagot magunkba juttatni. Hát itt jön szóba gyakorlatilag az étrend kiegészítők jelentősége, mert ugye az a koncentrált formában tartalmazzák a hatóanyagokat. Tehát ugye most nyilván nem tudunk megenni egy reggelire mondjuk 2 kiló paradicsomot, mert az arra lenne szükség. És a kiút az 2. Ásványi anyagok pótlása, humusz és a mikrobiom pótlása a talajokon, és ezek helyreállítása megdöbbentően gyorsan működik egyébként. Nagyon gyorsan regenerálódik a természet, hogyha ezt tudatosan csináljuk. És a növényekkel kapcsolatban muszáj beszélni akkor a lektinekről. Ugye ezek a lektinek, ezek olyan ravasz molekulák, most ha belegondolunk egy evolúció szempontjából, hogy hát a növény se szeretné, hogy megegyük, tehát a növény is szaporodni akar, ő is túl akar élni, és ő nem tud elfutni, hogyha jön a baj, mint az állat, meg az ember. És ő úgy tud védekezni, hogy termel olyan anyagokat, amivel kimondottan árt azoknak, akik megeszik. És hát ugye most a legismertebb lektinekről mindenki tud, nyilván tudom, gyilkos galóca, vagy a ricinus. De hát gyakorlatilag majdnem minden növény termel valami olyan anyagot, amivel árt annak, aki megeszi. És ezt úgy gondolom, ez elfogadható így evolúció szempontból is, hogy hát ők is lények. Ezek egyébként ilyen fehérje molekulák, amik ha bekerülnek a vérbe, akkor okoznak csak problémát az embernél, magyarul, ha kilukadt a bél. Ha nem lukadt ki a bél, akkor ezek nem nagyon tudnak problémát okozni. Hát ezek a legfőbb lektinek, ugye a gyilkos galóca, a ricinus, tehát ezek okoznak olyan problémákat, amikkel jelzik, hogy azt engem ne egyél meg. Most itt ez hosszúra vezet, tehát erről lehetne egy órát beszélni a lektinekről. Akit ez jobban érdekel, van a dr. Steven Gundrynak a Növényi Paradoxon című könyve, megjelent magyarul is, azt érdemes elolvasni, ott nagyon jól le vannak ezek írva. Tehát a növények és ezek a lektinek, ezek olyan stratégiát fejlesztettek ki, hogyha bekerülnek a keringési rendszerbe, akkor olyan helyekre ragadnak oda, és olyan molekulákat utánoznak, amiket az immunrendszerünk biztosan megtámad. Ugye ez a, amikor a saját immunrendszerünk megtámadja a saját magunkat, az az autoimmun problémák, amikor a belső immunrendszer, és az pont azt jelenti, hogy jól működik az immunrendszer, mert azt teszi a dolgát, megtámadta azt, amit neki meg kell támadni, de nem csak a lektin, ugye nem kéne, hogy bekerüljön. És hogyha az immunrendszer támadást indít, akkor ugye a háborúban, a mai világban pénz kell a háborúhoz, a biokémiában pedig energia. Energia, és honnan tud energiát teremteni a szervezet? A zsírokból, ugye az a leghatékonyabb energiaforrás. Tehát beindul egy vészprogram, hogy háború van, megtámadtak, védekezzünk, raktározzuk a zsírt. És elindul ez a program, raktározzuk a zsírt, és ebben a folyamatban pedig a cukorból azonnal zsír lesz, a fehérjékben először cukor, aztán utána zsír. Tehát a cukorból is és a fehérjéből is zsír lesz, ez a tipikus hasi zsír, ami azt jelenti, hogy ott valami probléma van. És ha már ennyit beszéltem, akkor mik azok a növények, amikben a legtöbb ilyen lektin van, amitől azért érdemes tudatosan valahogy kezelni. És ha nem tudom, meg tudjátok mondani, mi a közös ezekben. Tehát a paprika, a krumpli, a paradicsom, a kukorica, az összes babféle és az összes tökféle. Hogy ez egyik se európai növény. Ez mind Kolumbusz óta került az európai ember térképére. Tehát az európai ember B-flórája nincs felkészülve ezeknek a növényeknek a kezelésére, az emésztésére. Ezek ezért tudnak problémákat okozni. De a legdurvább ugye az a babfélékben lévő ricin, de a paradicsomba, a kukoricába. Hát csak a középkorban Franciaországban királyi rendelet volt rá, hogy a kukorica alkalmatlan emberi fogyasztásra. Nem ehették az emberek, csak az állatok. Ugyanez volt a krumplival Olaszországban. Hát itt ez a kis pici reklám, hogy nekünk van olyan talajkondicionálunk, ami huminsav és nagyon jó hatékonysággal állítja helyre a talajokat. Na, és akkor az állatok. Hogy az állatokban milyen problémák vannak
amik az emberi szervezetre is problémát okoznak. Ugye az előbb beszéltem a növényi lektinekről, hát bizony vannak lektinek az állatokban is. Tehát bizonyos állatoknak a húsa, a zsírja, vagy valamilyen terméke okoz problémát az emberbe, ugyanazt a hatást váltja ki, mint a növényi lektinek. Tehát ha kikerül a bélfalon kívülre, akkor valahova bekötődik, ott az immunrendszer megtámadja, és abból baj van. Majd egyet-kettőt mondok. Most már úgy kezd előtérbe kerülni a tej. Ugye most már például a magyarországi szarvasmarhállomány több mint 80-90%-a Holstein fekete tenyér. Ezekben a fekete tehenekben pár 5-10 ezer évvel ezelőtt történt egy génmutáció, és ők egy úgynevezett kazein A1-es kazein termelnek, és ez a A1-es kazein, ez lektin, ez át képes menni a bélfalon, és bekötődik a hasnyálmirigybe. És az immunrendszerünk megtámadja a hasnyálmirigyet. És mi lesz ennek a következménye? Hogy a hasnyálmirigy nem termel inzulint. Tehát az egyes típusú cukorbetegség, mert nagyon sok cikk megjelent már róla Amerikában, az egyik oka lehet az A1-es típusú tej, tehát a fekete tehenekből. És ez az A1-es rendszer, ez nem bomlik le se fermentálással, se főzéssel. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. A magyar tarka meg a szürke ezekkel semmi baj nincs, azok A1-est termelnek, vagy A2-es tejet termelnek. Amerikában már, ha megnézitek, lehet kapni úgy meg majd elő, hogy A2-es tej. Tehát Magyarországon ez még nem indult el, de szerintem nincs messze. Aztán az állati húsokban, hogyha jó sok olyan gabonát ettek ezek az állatok, amik lektines gabonák, tehát GMO-s gabonák, mert a beültetett génnek 80%-a lektin. És például ugye a legismertebb lektin az a glutén. De nem csak az, tehát van ennél sokkal veszélyesebb is, például a búzacsira a glutinin, ami nem bomlik le, meg nem lehet megfőzni se. Ez a búza csirában van, bármennyire is szomorú, és ebből az következik, hogy és a héjba, hogy a teljes kiürülési gabonák bizony nem. Azok nem. Hiába fermentáljuk, hiába sütjük meg, a búzacsira agglutinin nem bomlik le. Azért nem okozott ez régebben problémát, mert nem volt ennyi fehérje a búzákban, ez a génmódosításoknak a következménye. Tehát az én személyes véleményem, hogy óvakodjatok a teljes kiürülési gabonáktól. És azok az állatok, amik ezeket megeszik, azoknak a húsába is felhalmozódik ez az összes lektin. Tehát ha mi azt a húst megesszük, akkor lehet, hogy mi nem ettünk lektines gabonát, de a hússal együtt sikerült magunkba juttatni. Aztán még egy dolog, a vörös húsok. A bizonyos állatok, tehát a szarvasmarha, a juh és a sertés, ezeknek ez egy olyan lektin, ami ezekben van, úgy helyből. Ez az úgynevezett NOI5GC nevű ilyen molekula, ami megint csak egy valami génmódosulásnak a következménye. A lényeg az, hogyha ezek a lektinek, a vörös húsokban lévő ezek a lektinek átkerülnek a bélfalon, ezek pedig hova kötődnek be? A szívkoszorúérbe azt szeretik a legjobban, meg a koszorúereket. És az immunrendszer megtámadja, és szétcincálja a koszorúereket. Én beszéltem így szívsebészekkel, meg orvosokkal, meg cikkeznek is róla, hogy döbbenet módon megnőtt az utóbbi időben, az elmúlt mondjuk 20-30 évben a szívkoszorúér műtétek és a problémák száma. Meg hát az előbb mondtam is, ugye, hogy az egyes számú halálok Magyarországon. A szív- és érrendszeri betegség. A világon a másodikak vagyunk ebbe. Tehát, igen, na itt van a kazein, ugye, hogy kazein 1-es, bekötődik a hasnyálmirigybe, és nincs inzulin termelés. Ez pedig ez a NOI5, ezt most nem magyarázom. A jó meg a rossz molekula között egy OH csoport különbség van, ennyi a különbség kettő között, és ettől az egyik jó, a másik az meg igen sok problémát okoz. És akkor a kedvenc, ez a legújabb sztori, a húsok. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Biden elnök aláírt egy rendeletet, hogy 24-től be akarják tiltani Amerikába az állati húsok forgalmazását. Alá van írva ez a rendelet.
Mit akarnak helyette? Növényi húsokat. És hogy fogják ezt majd eladni? Hó, hát szegény állatok, hát a vegák. Ugye, hát milyen jó lesz, mindenki vega lesz, nem kínozzuk az állatokat. Ebben van is igazság, van. De ez egy nagyon álszent hazugság. Mert miből készülnek majd a növényi húsok? Jó kis GMO-s növényekből. Tehát tele lesz lektinnel. Szabad aminosavakból. Ugye azt tudjuk, hogy a szabad aminosavak egyáltalán nem jók, az emésztőrendszer nem tud velük mit kezdeni. Tele lesz lektinekkel. És majd lassan oda jutunk, hogy lazasztéket lehet 3D-s nyomtatóval otthon nyomtatni. Ez most ilyen hülye hangzik, de nem vagyunk ettől messze. És ugye ennek a főszószólója a Bill Gates, jelenleg ő az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb földtulajdonosa, és mit csinál a földjein állítólag? Semmit. És miért nem termel semmit a földjein? Hogy élelmiszerhiány legyen, és azt lehessen mondani, hogy na, most akkor jön a megmentő, és majd lesznek a húsok. Ezt egyébként én Magyarországon, mert mi gyártunk így állatoknak, növényeknek dolgokat, az állattartás nagyon-nagyon rossz helyzetbe kezd kerülni. Én egyértelműen érzem ennek a szelét. Ez valahol nagyon magasról lesz szépen, kezdik itt is már Európába is leépíteni. Tehát ez nem tesz jót nekünk. Én csak most mondok egyetlen egy példát, hogy az 1800-as évek végén már egy von Bunge nevű kutató, német kutató, akkor volt a tej, meg a szintetikus tej, az hasonló, az áthallást, azt halljátok, hogy volt a természetes tej, és akkor jöttek tégek, akik azt mondták, hogy hát mit csinálunk szintetikus tejet, megelemezték a tejet, és összerakták a szintetikus tejet, kémiailag ugyanaz volt, semmi különbség nem volt közte. És akkor ez a Bunge elkezdte eltetni az állatokat szintetikus tejjel, és azt tapasztalt, hogy hopp, meghaltak. Ez az ő eredeti rajza, ott megdöglött az egér. És tehát kémiailag teljesen azonos a kalóriatartalma, ránézésre ugyanaz. Csak ettől megdöglik az egér. És hát ez ugyanez van a hússal. Higgyétek el, hogy ugyanez van a hússal is. Igen, és akkor most nézzük az embert, hogy hol ezek után még mi újat lehet mondani. Ezek, amiket most majd mondok meg, amit eddig is elmondtam, ezek összességében mindig az immunrendszert támadják. Leginkább a bélflórán keresztül. Tehát gyakorlatilag az utóbbi néhány, mondjuk 5-10 évben a legtöbb támadás a bélflóra ellen van. Hogy a bélflórát tönkretegyék, mert ugye azt tudjátok, hogy ott van az immunrendszer központja, hogy ez miért van. Hát én, mint vegyész, nekem a bélflóra az egy ilyen vegyi gyár. Tehát ugye a bélflóra, a baktériumai, a jó baktériumok, azok gyártják a hormonok nagy részét, azok gyártják a vitaminok nagy részét, és az immunrendszer védekező molekuláinak nagy részét, ezt a bélflóra gyártja. A hasznos bélflóra. De ha nincs hasznos bélflóra, akkor nincs hormonrendszer, akkor nincs vitaminok nincsenek, és nincs immunrendszerünk se. Ezért mondják azt, hogy az immunrendszer az a bélbe lakozik. De a fizikai szinten túl bizony bejöttek olyan dolgok, amik eddig nem voltak, az elektroszmog. Tehát a wifi, az 5G, a mit tudom én hány G, a média, ami talán még többet rombol, mint az összes együtt, mert ugye a stressz hatás folytán állandó félelembe akarnak bennünket tartani. És ugye Selye János óta tudjuk, hogy bizony a stressz az egyértelműen biokémiai folyamatokat indít el, aminek a legtöbbnek az a vége, hogy kilukassza a belet a stressznek. Egy pici kitérő itt a cukorra. Mert én nekem meggyőződésem, hogy az első számú közellenség a cukor. Nem minden cukor, de a cukor nagy része, igen. Ugye itt az emberiség cukor története az most ide nem fér bele, de a Franklin elnök a 30-as években kijelentette már akkor, hogy a legerősebb amerikai lobby a cukorlobby. És ez még a 70-es években is ez volt. A legerősebb lobby. Erősebb, mint a fegyverlobby. És hol akkor alkották meg ezt az úgynevezett élelmiszer piramist,
És nagy botrány volt belőle Amerikában, a 60-as évek végén ugye lefizettek kutatókat, meg egyetemi tanárokat, hogy mit hazudjanak. Hogy a szív problémák és az elhízások hátterébe a telített zsírok vannak, nem a cukor. Ez még mindig ez a hivatalos verzió. Aztán kerüld a zsírokat, ne egyél zsírt, cukrot egyél, mert azban van az energia. Aztán, ugye, hogy a cukor jó, a zsír rossz. Ez mind fizetett emberek ezeket a hazugságokat a 70-es évektől kezdve nyomják, és sajnos Magyarországon is, meg még egész világon ez tartja magát. Ebből létrehozták ezt az úgynevezett élelmiszerpiramist, ami úgy, ahogy van hazugság, ezt úgy, ahogy van, fejre kéne állítani. Mert miből kéne a legtöbbet enni? Gabonákból. És a gabona az mi? Gyakorlatilag cukor. Mert a keményítő az egyenlő cukor. Tehát cukorral mérgeznek bennünket. És mi lett ennek a sok hazugságnak a vége? Erről persze nem sokat cikkeztek. Hogy megnőtt a cukorfogyasztás kétszeresére Amerikában, az elhízások száma meg négyszeresére. És azt állították, hogy ez nem így van, ez nem a cukortól van. Itt ebből csak ez a grafikon a lényeg, itt a cukorfogyasztás van, ugye, hogy megy a kék vonal fölfelé, és ott a 2000-es évek elején valamikor, hopp, megtört. Az ember azt hihetné, hogy na, megjött az esze az emberiségnek, elkezdett kevesebb cukrot enni. Na de az elhízások száma nem csökkent, ugyanúgy emelkedett. És mi az a láthatatlan erő a háttérben, ami még a cukornál is többet árt? Az édesítőszerek. Tehát ezt tették be a cukor helyett. El lehet, most beszélni lehet arról, hogy nem jó a cukor. Nem jó a cukor, mert nem jó. De az édesítőszerek sokkal rosszabbak. Mert becsapják a szervezetet. Könyv is készült róla, utána nézhettek, hogy az édes íz az egy sokkal keményebb drog, mint a kokain vagy a heroin. 8-szor nehezebb lejönni a cukorról, az édes ízről, mint a kábítószerekről. Ezt állatkísérletekben egyértelműen be van bizonyítva. Tehát itt van a csapda, hogy az édes íz a cukor mögött, ugyanis ugyanazokat az agyközpontokat stimulálja, mint a drogok. Hát ez nyilván nem véletlen, ezt erre rájöttek, ezt kihasználják, és ezzel etetnek bennünket. Hát ugye ezt tudni kell, mert különben, ha nem tudjuk, hogy mi van, akkor hogyan változtatunk rajta, akkor kénytelenek vagyunk elhinni azt, amit mondanak. De ez sajnos egy egyéni dolog, és itt mindenkinek a saját felelőssége az, hogy tudatossá válik, mert nem nagyon van más útunk, mint hogy értjük, hogy mi miért történik, és hogyan. Ugye itt most például Goethe, ő nagy mágus volt, nem csak író, ő azt mondta, hogy aki nincs tisztában az elmúlt 2000 évével, az nem tud semmit a világról. Tehát kell menni ebbe az irányba. Hát a mikrobiom. Minden út ide vezet, minden út Rómába vezet, minden út a mikrobiomhoz vezet. Ugye ez egy a bennünk élő baktériumok, a súlyra körülbelül 2 kiló, hát ez még nem olyan nagy dolog. Darabra, ha megnézzük, hogy hány darab baktérium él a beleinkbe, 10-szer annyian vannak, mint mi. Tehát a bennünk élő baktériumok darabszáma 10-szer annyi, mint az összes emberi sejtek száma. De még ez sem a vége, mert ha megnézzük a géneket, hogy a bennünk élő baktériumok hány gént képviselnek, 100-150-szer annyi gént képviselnek, mint az összes emberi génállomány. Ez azért, ugye ezt már nem lehet nem figyelembe venni. Ez egy ősi szövetség, szimbiózisban élünk velük. Mi arról szól a szimbiózis, hogy mi tápláljuk őket, ők pedig megvédenek bennünket. Mert náluk jobban senki nem tudja, hogy hogyan kell bennünket megvédeni, de ha mi nem tápláljuk őket, akkor bizony nem tudnak bennünket megvédeni, és mivel tápláljuk őket? Rostanyagokkal. Rostanyagokkal. Ez minden, ami zöld, gyökérzöldségek, stb. A rostanyagok. Mert a rossz bacik, azok cukron élnek, azok megesznek mindent, mert ők vannak előbbre,
A jóknak már nem jut semmi energiaforrás, de a rostanyagokat a rossz baktériumok nem tudják megemészteni, ez átmegy rajtuk, és ebből tudnak energiát a jó baktériumok összehozni. Tehát akkor itt kicsit így összefoglalóan a táplálkozási láncról, tehát egy csomó dolog eltűnt a táplálkozási láncból, ugye? Az ásványanyagok, a vitaminok, a mikroflóra, az élőflóra és az enzimek, mert már élő növényeket nem nagyon eszünk. De még több került be, ami nem jó. Tehát a növényvédőszerek, az antibiotikumok, a nehézfémek, a lektinek, a tartósítószerek, az elektroszmog és a média. Ez mind bekerült a táplálkozási láncba, és bizony, azt kell, hogy mondjam, itt most már nem lesz idő, de hogy ezek exponenciálisan növekednek. Tehát a terhelés kívülről az ártó dolgok sajnos, mint minden folyamat a természetben, exponenciálisan nő. Biztos hallottatok már a bél agytengelyről, hogy a baktériumok kommunikálnak az aggyal. Itt most már fizikailag is megtalálták azokat a hírvívő molekulákat, amik ezt megteszik. Tehát egyértelmű kommunikáció van a bél és az agy között. Tehát mondhatnánk azt is, hogy ki rendeli a hamburgert? Nem az agyunk, hanem a bacik. Hogyha a rossz bacik tombolnak bennünk, akkor ők rendelik a hamburgert, meg a cukrot. Tehát rendbe kell rakni a bélflórát. Az elektroszmog, erről most nem beszélek, ugye itt ez, amit nem mindenáron el akarnak tusolni, hogy ezt mi tudjuk, hogy az emberi gondolat teremtő ereje az egyik legnagyobb erő az univerzumban. Ugye, hogyha egy barátom mondta egyszer ezt már régebben, hogy ha az emberiség tisztában lenne a reinkarnáció tényével, és az emberi gondolat teremtő erejével, akkor néhány év alatt megváltozna a világ. És ezeket mindenáron el akarják előlünk dugni. Igen, és akkor ugye, hát mi lehet itt a megoldás? Mi lehet a megoldás? Hát először is a tudatosság. Tehát tudatosan táplálkozzunk, tudjuk, hogy mit miért teszünk, vagy miért nem eszünk. Igyekezzünk elülni a lektineket, fermentált ételeket tegyünk, csiráztatott magokat tegyünk. Most ezt nincs idő már ezt elmondani, hogy miért fontos, de higgyétek el, hogy az úgy jó. Erősítsük a bélflóránkat sok rostanyaggal, a jó bacikat hozzuk helyzetbe. Ugye ezt meg tudjuk tenni élőflórás ételekkel, fermentált élelmiszerekkel, meg tudjuk tenni probiotikumokkal, tehát élőflórás étrendkiegészítőkkel, és van még egy módszer, amit használnak is, ez pedig a széklet átültetés. Bármilyen furcsa hangzik, ez nagyon hatékony módszer. Sportolókat tuningolnak így, hogy beültetnek egészséges emberek, vagy olyan embereknek a bélflóráját, és akkor így megváltozik minden. Ennek egy hátránya van, hogy a lelki állapot is megváltozik. Tehát egy A-típusú embernek a B-flóráját, ha beteszik egy B-típusúba, akkor elkezd A-típusú módon gondolkodni. Tehát egyértelműen van hatás. Igen, aztán ugye a sokkal divatos táplálkozási forma, én ehelyett azt javasolnám, hogy a tudatos táplálkozás részesítsük eleinkbe. Nincs olyan, hogy mondjuk egyfajta étrend mindenkinek jó. Nem igaz. Van, akinek ilyen típusú B-flórája van, akinek olyan. Ezt mindenkinek a saját felelőssége, hogy ennek utána járjon, megnézze, bizonyos alapelveket kövessen, és tudatosan étkezzünk. Ugye a fermentálás az egy nagyon fontos dolog, meg a magcsiráztatás. Ugye a fermentálás lebontja a cukrot, élőflórát termel helyette, egy csomó enzimet és vitamint, tehát lebontja a rosszat, fölépíti a jót. A magok csirázásánál ugye minden magban vannak olyan védő enzimek, amik gátolják, hogy a mag akármilyen körülmények ki tudjon csirázni. Ezeket le kell bontani, mert ezek képesek az emésztést leállítani. Tehát nem annyira jó dolog sok-sok nyers magot enni, hanem inkább csirázhatott magot. Mennyi időm van még, úgyhogy ne legyen lassan, akkor ezt nem mondom el, jó? Ez a hosszú élettitka. Gyorsan csak úgy eldarálva, hogy
vannak egy kutatócsoport, ugye vannak olyan helyek a világon, ahol 100 év fölötti az átlag életkor, és elmentek kutatók, egy-egy évet eltöltöttek ott, hogy megállapítsák, hogy mi a hosszú élet titka. Mindent leírtak azon a környéken, mit tettek, hogy ettek, hogy gondolkodtak, milyen mindent. Összeültek, nem volt közös rész. Tehát ahol az egyiket ettek, ott a másikat nem ették, azt mondták, hogy a kész feladjuk, nincs. Nincs közös rész. És akkor valaki megkérdezte, hogy hé, a mikrobiomot megnéztétek? A bénflórát. És kiderült, hogy ez a kulcsa, mert az adott területen 100 évnél idősebb emberek bénflórája megegyezik az adott területen a 20-30 éves emberek bénflórájával. Tehát ez a kulcsa a dolognak. Magyarul, ha a bénflóránkat fiatalon tartjuk, akkor majd a bénflóra bennünket is fiatalon tart. Foglalkozni kell sajnos ezzel az egésszel, a talajokkal, növényen, az állattal és az emberrel, ez egy rendszer, ezt nem lehet megbontani. Itt, amikor gondolkodunk a jövőről, ezt mind együtt kell megtennünk, és az előbb ugye mondtam, hogy itt exponenciális a romlás, megyünk valahova, ahol biztosan nem jó dolgok várnak ránk. És akkor ezzel megköszönném a figyelmet, ezek a termékeink itt kint meg lehet őket találni, és én ezzel szoktam befejezni az előadásokat, hogy a természet biztosan tökéletesen van megalkotva, a teremtő nem követette hibát, ebben biztosak lehetünk, és hogy az Istenben most már nem csak hinni kéne, hanem el kéne kezdeni érteni is, hogy mi miért van és miért történt, és mindenképpen a tudatosság felé kell haladnunk, és ez pedig egy magányos út. Köszönöm a figyelmet.